Most azonban az ifi csoport következik, az ő vezetőik Nagy Szőke Dóra és Galambos György. Tekintsék meg az előadásukban a saját maglódi táncaikat. Fogadják őket szeretettel. Yeah.
Köszönjük a Maglódi Kacamajka együttesnek, hogy elfogadták a meghívásunkat és színesítették a műsort. Kérek nekik még egy tapsot. A most következő koreográfiát az együttes vezetője Szőcs Milán állította össze, és bukovinai székelytáncokat fognak látni a monori ifjú strázsák legényeitől. Fogadják őket szeretettel! A bukovinai székelyekről nagyon sokat lehetne mesélni, de annyit talán mindenképpen meg kellene említeni róluk, hogy a nagyon szigorú besorozások elől Moldvába elcsángált, elvándorolt székelyeket gyűjtötte össze Hadik András tábornok, és 5 falut hoztak létre az ő tiszteletére: Hadik falva, András falva, József falva, és a másik kettőnek gyönyörű neve van: Fogadj Isten, és Isten segíts. Így hívják a falvakat. A 20. század viszont azt eredményezte, hogy nagyon sokaknak el kellett hagynia a hányattatások közepette a hazájukat, és jó néhányan a Dunántúlon, Kismagyarországon telepedtek le. A fiúk kiváló hangulatot hoztak ide az élő zenével, és ezzel a tánccal. Köszönjük nekik.
Átadnám a szót Vladár Zsófiának. Szeretettel köszöntünk mi is mindenkit. Vladár Zsófi vagyok, a Strázsák Néptánc Egyesületnek az elnöke, és hát szeretném megköszönni mindenkinek, hiszen minden táncos közreműködött ahhoz, hogy, vagy segített, hogy ez megvalósuljon, és szerintem nagyon jól sikerült, de majd ezt önök majd a tapssal, reméljük a végén ezt megmutatják nekünk, vagy hát értékelnek bennünket. Szeretném felszólítani azokat az embereket, akik nélkül tényleg ez nem valósulhatott meg, hogy kérem, hogy akinek mondom a nevét, az váradjon fel a színpadra, és a közönség majd a legeslegvégén tapsoljuk meg őket. Szólítom a színpadra az oktatóinkat, Horváth Brigittát, Bódis Barbarát és Szőcs Milánt, illetve a zenekar tagjai Varga Márton hegedű, Bakos Botond hegedű, Varga János harmonika, Szőcs Milán nagybőgő, hát ilyen csodás oktatónk van, aki kettő az egyben is, illetve Szilágyi Balázs brácsa, illetve a Maglódi Kacamajka táncegyüttesnek nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek, hogy színesítsék az előadásunkat. Illetve aki nélkül tényleg nem, az az Ildi néni. Nagyon szépen köszönjük Bukai Ildi néninek, aki elvállalta a konferálást. Aki nem tudná, Ildi néni is az oktatóink volt, és itt hát köztük én is, aki már fölcsöperedett, Ildi néni kezelje alatt nőttem föl én is. Hogy nagyon szépen köszönjük nekik. Szőcs Milán koreográfiája, a széki tánc és a zenei anyag mellett Petőfi versekkel kiegészülve szinte nem adhat más témát egy koreográfiának, mint a szerelem. A Monori Strázsák következő produkciójában egy férfi szemszögéből mutatják be a szerelem kialakulásának belső vívódásait. Vajon mennyire könnyű egy életre szóló párt választani? A férfi a táncosok erdejében próbálja megtalálni a helyes utat. A nő pozitív és negatív impulzusainak útvesztőjéből csak a tánc jelenthet ki utat. Következzék tehát a Monori Strázsák táncegyüttes előadásában. Fától az erdőig, nem? Fától az erdőt című koreográfia, melyet Szőcs Milán állított össze és tanított be. Fogadják szeretettel. Thank you.
Adjon Isten minden jót, vegye el, vegye át mind a nem jót. Mitől félünk, mentsen meg, amit várunk, legyen meg. Soha búnak az árja, szívüket át ne járja, hanem inkább bejárja az egeknek királya. Túl a Dunán, s innen is, áldja meg mindnyájukat az Isten is. Téged, Rózsám, engem is, s mind, aki fölnevelt is. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottak ezen a mai estén. Köszönöm az együttesnek, hogy szolgálatukra lehettem ezzel a konferálással. Remélem, hogy megfeleltem az elvárásaiknak. Tapsoljuk meg még egyszer az együttest és a Iszka bandát. És ezzel a fináléval, ami most következik, véget ér a mai esti műsorunk. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttek, és mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk szeretettel.